A Coltrane-i Legacy Jazz formációt Orbán György Magyarország egyik legjobbjának tartott bőgőse hívta életre, azzal a céllal, hogy az amerikai legenda John Coltrane szaxofonos örökségét vigyék tovább. Ezért kizárólag Coltrane művekből álló repertoárt játszó zenekart hozott létre. Ő inspirált legalábbis engem gyerekkoromban, és gyakorlatilag mindenkit, aki jazzzenészett a világon, vagy Amerikában, vagy Európában, a legnagyobb inspirált zenekar volt, ami mai napig befolyásolja az új generációt, és minden nációból. A kompozíciók a Coltrane-i hagyományokon elindulva, azokat tovább gondolva magukban hordozzák napjaink absztrakt szellemiségét és eszköztárát. Ezzel folytatják a spirituális jazz hagyományt, de vajon hogyan is? Szerintem úgy, hogy a saját, amit éppen, ami bennünk van, a saját egyéniségünket hozzárakjuk, és azzal úgy közösen kialakul megint egy sajátos zene, vagy igazán amit hozzáteszünk, azzal lesz sokkal egészebb. A sajátunkat hozzáteszünk, és így lesz több, mint az eredeti. Így lesz más igazából. A hangszerelés mindig új, valamennyi számot ők hangszerelik. Az előző lemezt Olá Krisztián zongorista hangszerelte. Azt gondolom, hogy ezeket a számokat nem lehet kétszer ugyanúgy eljátszani, és nincs két olyan jazzzenész a világon, aki ugyanúgy nyúlna hozzájuk, így visszavágva az előző kérdéshez, és ez szorosan összekapcsolódik a hangszereléssel, mert azt gondolom, hogy ugye a Coltrane Quartet az eredetileg egy szaxofon bőgő dob felállás volt, amihez csatlakozott később további szaxofon, illetve más hangszerek is. Itt most egy sextetről van szó, tehát hogy három szaxofon játsza a Coltrane témákat, amitől szintén egy új fajta megközelítésbe kerülnek a számok. A zongora szerepe az szerintem megmaradt a McCoy Tyner-i szerepben. Ugye ebben a stílusban azt hiszem, hogy az egy hatalmas origó, meg egy zsinórmérték, ahogy ő kezelte a zongorát, és én is ebből inspirálódva, természetesen hozzátéve a saját zenei világomat, működök itt ebben a formációban. Saját számokat is írnak már. A Gyurinak rákerült egy saját szerzeménye az első albumunkra, a Nairobi, ami az album címe is egyben, illetve én is komponáltam egy számot, szóval elkezdtünk most már saját számokat is írni, amik ebből a zenei világból táplálkoznak, de az abszolút a saját zenei nyelvünkön és mai kontextusban működnek. Lemezbemutató koncerteket tartottak az országban. 10 előadásból álló sorozatuk 10. helyszínén voltak Pécsen az E78-asban. Játszottunk Szegedi Jazz Fesztiválon, Kapolcson, Veszprémben, szóval nagyon sok érdeklődő volt, aki szerette volna, hogy az új lemez
bemutatása legyen. Szóval gyakorlatilag nagyon sok érdeklődés van a jövő évre is. Most azonban tekintsünk bele egy kicsit a hangszeres múltjukba, hangszerválasztásukba. Én klasszikus gitárra kezdtem 6 éves koromtól, gitároztam 18 éves koromig, de mindig a nagy bőgő volt a kedvencem, és mindig csak is a bőgőre a zenekart hallgattam, bármilyen műfajban, mindig a basszusra figyeltem, vagy bőgőre, vagy bassgitára, vagy klasszikus zenében, vagy a nagy bőgőre. Szóval nem tudtam tőle szabadulni, végül is csak bőgős lettem, mindenféleképpen. Hát nálunk a zongora az egy nagyon gyakori tárgy volt a lakásban, mert volt belőle minimum 2, szüleim mind a ketten zongoristák, úgyhogy teljesen természetes módon kapcsolatba kerültem ezzel a hangszerrel, senki nem mondta, hogy most oda kell ülni, hanem magamtól elkezdtem rajta játszani, és tulajdonképpen így alakult. Orbán György partnerei fiatalkoruk ellenére ismert és elismert zenészek. Szaxofonokon Molnár Sándor, Lakatos Sándor és ifjú Olá Kálmán, zongorán Olá Krisztián, dobon pedig Lakatos Pecek András játszik. A Metronom Jazz Club legutóbbi koncertjén a várható sikert aratta a Coltrane Legacy.